A Majsai híd lábánál lévő közkútnál naponta látni illegális bevándorlókat, akik kannákkal érkeznek vízért vagy tisztálkodni. A környékbeliek szerint van úgy, hogy egy tucat migráns is körbeállja a kutat, dolguk végeztével pedig visszatérnek a vasútállomás területére. Stábunk ennél a pontnál nem mehetett tovább, a migránsok a szabadkai vasútállomás fűtőházának épületeiben tartózkodhatnak. Elmondásuk szerint számuk több mint 20. Gyuri Csatilla naponta jár vízért a kúthoz. Szinte minden nap látja őket, ahogy ott mosakodnak, akár egyszerre többen is. 50-60 is itt szoktak lenni, és nem mindegy az az embernek, nekem nincs fóbiám, nem félek tőlük, de egy ember egyszer rákiabált, azt mondja, Attila, tűnjön innen, azt mondja, ezek képesek megszurkálni. A kútnál éppen vizet töltő afgán férfi azt mondta, hogy már 2 hónapja húzódnak meg a vasútállomás üzemi épületeiben. Franciaországba szeretne eljutni, de eddig ez nem sikerült neki. You try to cross the border? Yeah. How many times? 2, 3. Yeah. And they sent you back from Hungary, right? The police catch you? Yeah, police catch, go back. Yeah, I'm telephone money, go to police. Kikity Attila, a helyi közösség közgyűlésének elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy eddig nem érkezett panasz a kutat rendszeresen használó migránsok miatt. Arról sincs tudomásuk, hogy bárkit támadás ért volna.